Kijöttünk megkérdezni az embereket, hogy mit gondolnak az innovációról. Az elektromos autó. Az innováció. Árnövekedés? Számomra a megújulás jelenti és a folyamatos fejlődést. És neked mit jelent az, hogy innováció? Sziasztok, én Tompos Marci vagyok, ez itt pedig az XYZ Momentum vlogja. Az innováció olyan fancy coolságnak tűnhet, amit a supervisor asszertív feedbackként kommunikál a kontrollernek meetingről kilépve. What? Pedig az egész sokkal egyszerűbb. Innováció volt az, amikor először tanultunk meg tüzet használni főzéshez, vagy éppen védelemre, amikor először használtunk nadrágot tovagláshoz, vagy amikor az aranycsapat a saját módosított 4-2-4-es felállásával végigverte az egész világot. Az innováció lényege tehát, hogy gyorsabbá, hatékonyabbá, kényelmesebbé teszel valamilyen terméket, szolgáltatás, sportot, vagy bármi egyebet. Nézzük is meg, hogy mit jelent az innováció alkalmazása a gyakorlatban. Henrik Hollandiában, Boxmeer kisvárosban él, a német határ mellett. Reggelente kifered a kapun, felül bicikliére és elteker a város festői vasútállomásáig. Itt lelakatolja a járművet, lecsippantja az ország összes tömegközlekedési eszközén használható kártyáját, helyet foglal a vonat felső szintjén, bedugja tölteni a telefonját, majd eszeveszett Candy Crush-ozásba kezd. Henrik egy átszállást, 81 perc utazást és némi cukorokozta idegbajt követően megérkezik a nagyjából 110 km-re lévő Utrecht központi vasútállomására. Felkeresi a fedett bringatárlót, kiszedi a paripát, majd elkülönített bicikli utakon haladva célirányosan megközelíti munkahelyét. Mindez nagyjából másfél órájába került, és miután a 28. szinten képtelen volt túljutni, még a hírek elolvasására és néhány üzenet megírására is jutott idő. Henrietta pedig Borsod megye cigán településén székel. Reggelente elfárad a buszmegállóba, majd felpattan az EMKK már 20 évei zsírújnak számító buszára. A járművön történő jegyvásárlás követően 47 perc alatt megtesz mintegy 30 km. Sárospatakon pedig már várja is a Magyar Államvasutak egyik szerelvénye. Erre egy új irányzott jegyvásárlást követően felszáll, de nem bíbelődik oly úri huncutságokkal, mint a telefontöltés, hiszen számára fontosabb, hogy a Szerencsi pályaudvaron a 2 perces csatlakozási idő alatt eléri a következő vonatot Miskolcra. Innen már csak egy röviddel választja el Henriette munkahelyétől, amit az MVK buszával fokozott tempóban meg is tesz. Mintegy 2,5 óra utazás és 3 társaság 4 járatának igénybevétele után, tehát Henrietta szintén sikeresen teljesítette a 110 km-es utat. Hogy ez kiragadott példa, és valójában teljesen jól állunk az innovációval? Vannak részeredmények. Mobil biolabort fejlesztett ki a Honvédelmi Minisztérium részvénytársaságának közreműködésével létrehozott konzorcium. Ez a cég pontosabban a terméke 4 év alatt 0-ról 30 millióra növelte felhasználóinak számát. De a hozzáállással azért van gond. Jók az új ötletek, tehát az innováció is egy remek dolog, meg a startupok is kiválóak, tehát jó dolog olyasmivel foglalkozni, amit még ember nem látott, de erre jövőt építeni nem lehet, jövőt arra lehet építeni, amiről biztosan tudjuk, hogy értünk hozzá. Aha, ezt mond az észteknek, meg az íreknek. Nekik azért valahogy sikerült. A közlekedést egyébként nem véletlenül hoztam példaként, mert pont az a terület, ami mindenre hatással van. Szerepet játszik abban, hogy mennyi idő alatt érsz be a munkahelyedre, hogy mennyi pénz eljutatni egy terméket egyik helyről a másikra, hogy egy szolgáltatás mekkora területet tud lefedni, illetve hogy egy turista mennyire tudja elérni az adott látványosságot. És mivel ennyi területre hatással van, ezért nagyon fontos, hogy magunk is fejlesszük, illetve beépítsük a legújabb innovációkat. Hogy ezzel hogy állunk? Hát ugyanúgy, mint az innovációval, hogy általánosságban, vannak előrelépések? Egészen Balatonvilágosig lesz 2x3 sávos a stráda, de bővítik az M1-est is. Budapesttől Győrig lehet majd szélesebb autópályán utazni. A ma délben érkező első járattal 90-en jöttek az újra működő sármelléki reptérre Berlin érintésével Hamburgból. Megvan a szokásos. Már jár a felcsúti kisvasút, igaz, még csak tesztüzemben közlekedik az 5,7 km-es pályán felcsút és alcsút doboz között. Tervezők naponta 2500 és 7000 közötti utassal számoltak, ami tekintve, hogy a két település között naponta 380-an buszoznak mindössze, elég optimista becslés. Az agyvatöltésen 2 éve adták át a bicikli utat. A 7,5 km-es szakasz több mint 1 milliárd forintba került.
Korábban az 53 kilométeres utat 90 perc alatt tette meg a vonat. A 44 milliárdos felújítás után a menetidő 5 perccel csökkent. A gond tehát önmagában nem az, hogy egyáltalán nincsenek fejlesztések, vagy nincs innováció, hanem hogy szinte minden pillanatnyi érdeketnek megfelelően dől el, illetve túlárazott pályázatokon és rossz minőségben valósul meg. Mi a Momentumban viszont eléggé máshogy képzelünk el egy jól működő közlekedési rendszert. Egyrészt azt javasoljuk, hogy egy független intézmény koordinálja és szervezze az országos közlekedést. Ennek feladata lenne a vonalak üzemeltetésének megpályáztatása, a menetrendek összehangolása a különböző állami és magánszolgáltatóknál, az átláthatóság megteremtése, illetve a gyors és takarékos közlekedés megszervezése. A szabadon elérhető menetrendek, illetve valós idejű adatok pedig lehetővé teszik egy egységes, az egész országra kiterjedő internetes útvonaltervező és csipkártya rendszer bevezetését. És ha már országos közlekedés, van itt egy elég durva ellentmondás. Vidéken az autóhasználat költségei túl magasak, még a nagyvárosainkban túl alacsonyak ahhoz képest, hogy hol mekkorák a torlódások, illetve a környezetszennyezés. Ezt a napszaktól és a forgalomtól függő dinamikus árazással lehet megoldani, olyannal, mint ami a szállodai szobáknál is van. Csúcsidőn kívül olcsó, de minél többen akarják egyszerre használni, annál drágább lesz. Ugyanezt a rendszert kell használnunk a tömegközlekedési eszközöknél, illetve az úthasználati és környezetterhelési díjaknál is. A városi közlekedés fejlesztésére pedig P+R parkolókat, megfelelő elkerülő utakat, illetve egy közösségi alapú kátyú regisztrációs rendszert fogunk bevezetni. Emellett megteremtjük a biciklivel munkába járás feltételeit valódi bicikliutak, illetve kerékpárbarát utcák kialakításával. Ez tehát a mi közlekedési víziunk, aminek bővebb leírását megtaláljátok a blogunkon, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti hogyan látjátok mindezt. Kommentelni tudtok lent, feliratkozni oldalt, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!